Nagyon szépek. Nagyon szépek. Teljesen életűek. Milyennek tartja ezt a kezdeményezést? Nagyon jónak, nagyon hiányzott szerintem. Ez egy nagyon hiánypótló, és lehet látni a vásárlókból, az érdeklődőkből is, hogy van rá igény. Mi most rétesekkel jöttünk ki, illetve gluténmentes pékáruval és gluténmentes termékekkel, illetve bio cukor és tartósítószermentes szőlőlével. A rétesből három típusú van, van a hagyományos, a cukormentes, a gluténmentes, mindegyikre nagy kereslet van. Most jöttetek először erre a piacra, vagy voltatok már? Most először. És hogy tetszik? Hát szerintem jó, nagyon. Szerintem. Na, mi az, ami tetszett, ahogy körbe mentetek? Hát a pórázok, meg a kutya. Igen, a meg kutya. A lángos is jó. És vettetek is már valamit? Hát még nem, nagymamám áll a sorban. Ezt szeretem csinálni, nem szeretek adalékanyagokat használni, tartósítószereket használni, és így innen jött. Nagyon régóta készítem, de hivatalosan már 4 éve készítem a lekvárokat. Így a családnak, barátoknak nagyon-nagyon régen már, szerintem 30 éve is van, ilyen kislánykorom óta talán. Tormás, céklás, káposzta saláta, amit tényleg nem igazán láttam sehol eddig, de így megálmodtam, és sikeres lett. A rádióból, azért rádióból értesültem róla, hogy van. Azt gondoltam, hogy most akkor gyorsan kijövök, körülnézek. Kicsi, de örülök neki, hogy ez is van legalább. Úgyhogy én nagyon örülök. Vettem paprikát, füstölt árut, nem is tudom, mit vettem még, ugye. Belenézek, az tojást is vettem, mert tégsüteményt veszek. Hágyiszörpöket készítenek, ugye? Igen, mi igen. Mindenből? Mindenféle gyógynövényből, ami éppen ugye van a természetben, vagy a kertben. Általában levendula, az a fő tevékenységünk. Van is egy levendulás kertünk Adonyban, 1400 tővel. De aztán kibővítettem úgymond a vállalkozást, és akkor így egyre több gyógynövényt, fűszernövényt termesztünk otthon is. Hát a kisfiamnak most a gyömbér, a legújabb szöv, mindig szerintem a legújabb épp az aktuális, mindegyiket szeretik. Igen, és a babának, az egyébes babának pedig a csipkebogyó lekvár, úgyhogy kanalazza, úgyhogy legalább ez szépen eszi. Mivel 2 hétre tervezték a piacot így bevezető jelleggel, jövő héten lesz a piac. Mindenképpen. Tehát én azt látjuk, hogy igény van rá, tehát akkor mostantól az a terv, hogy minden szombaton 8 és 12 között piac lesz.